Jó reggelt! Ott folytatjuk, ahol a múltkor abba hagytuk, hogyan építs Knight Rider autót. Második rész. Biztonsági övek, szőnyegek, ülések, beltér. Jó estét kívánok! Tudományos híradónk mai rendkívüli száma. Ebből ezt? Szarból várat? Hogyan? Kezdjük mindjárt az ülésekkel. A két első ülés, amit kitben láthatunk, az csak a Trans Am részére, csak 82, csak 83-as évben gyártott, úgynevezett PMD ülések, ez a Pontiac Motor Divisionnek a rövidítése. Lehet ezeket még elvétve találni bontodban, nyilván Amerikában sokkal több van, mint Európában. Nekem annak idején, 10 évvel, 12 évvel ezelőtt volt még olyan szerencsém, hogy csak Németországba kellett érte elautóznom, igaz, hogy vízszintesen szakadó hóban, mert akkor a szélfúvás volt. Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Einsatz heißt Volks. Körzetük az autópálya, tempójuk halálos. Sajnos manapság egy rongyos PMD szett, két első ülés, akár sötétkék vagy fekete kárpittal, aminek tényleg konkrétan kilóg a szivacsa, 8-900 dollárért nyomják őket bontotban, kezdenek eltűnni. Természetesen ezeket miután megvetted, először fel kell szivacsozni, mondjuk egy kárpitossal lenne a legjobb, hogy szép legyen a formája, ne legyen kiülve, és aztán megvan, hogy melyik fajta kárpitot kell rá megvenni, ezt majd mondom később a kárpitoknál, és azzal szépen újra lehet húzni, még a PMD logót is meg lehet venni, ezt akár Olaszországban is gyártják, tehát létezik utángyártott PMD logó ilyen, mit tudom én, 20-30 euróért. Ahogy az előző részben már említettem, nekem ugye az első donorautóm, koszos ez a lencse, hallod. Az én első donorautóm egy kívülről fekete, belülről bézs belsős Pontiac Firebird volt. Azért gondoltam ezt megvenni, hiszen bézs belső, kitnek ugyanez volt, na tök egyszerű lesz. Azt hiszed? Ugyanis a kutatásaim, és az akkor még a témában jobban otthon levő ismerőseim információ alapján rá kellett jönnöm, hogy háromféle bézs belsővel gyártották a Pontiacnak ezt a modelljét 82 és 92 között. Természetesen, ami az én autómban volt, az nem stimmel. És hogy miért nem? Kit, amit a filmben használtak autó, 82-es volt. Tehát a legvilágosabb bézs belseje volt, az én autóm 90-es vagy 91-es, magyarul a legsötétebb, a barnához legjobban közel álló színe volt. Full más volt a kettő. Magyarul itt vagyok én, a csávó, aki örül, hogy vett magának egy ilyen fasza kis bézs belsős autót, és majd micsoda replikaépítés lesz ebből, és a végén kiderül, hogy pont kelhetem a hajam. Háromféle színmintáról beszélünk, ami mindegyik a bézsnek egy árnyalata, ezek képezik a komplett belsőt. Van egyszer a bőr, ami az ajtókárpiton van egyszer a szőnyeg kárpitja és a tetőkárpit, illetve van az ülésnek a kárpit színe, ja, nem három, négyféle. Meg a műanyagok színe. Eredeti 82-es Trans Am, akkoriban, és szerintem még most is elég ritka, hogy legyen Magyarországon, bézs belsővel meg egyenesen kizárt. Ez volt tehát a legnagyobb feladat, honnan szerzek hiteles színmintákat. Na itt bebizonyosodott, hogy mennyire megérte feliratkoznom arra a Knight Rider fórumra, ugyanis amint az eBay-en megjelent, azonnal megosztottak egy linket, gyere mutatom, amely linken egy csávó, aki az USA-ban él és élelmes volt ahhoz, hogy szétbontson egy eredeti 82-es bézs belsős Trans Amet, és a darabjait néhány centis egységekre levágva feltegye az eBay-re, és eladja nekünk replikaépítőknek 5 dollárért. Így lettek nekem teljesen hiteles, valódi 82-es autóról származó, full eredeti bézs színmintáim. Ülésszéle, szőnyeganyag, ez az ajtókárpitnak a szövetanyaga, az ajtókárpitnak a bőr, az üléskárpit. Tehát kit üléskárpitja egy az egyben így nézett ki. Ezen minták birtokában gyerekjáték volt elballagnom kedvenc kárpitosomhoz, és megkérni, hogy légy szíves, ilyen színű anyagot keresél az ajtókárpit felső részéhez, ilyen színű bőrt az ajtókárpit alsó részéhez, jó? Hozzá kell tenni, az igazság megkívánja, a szőnyeget és az üléskárpitot készen lehet rendelni, én ezt meg is tettem, van Amerikában egy cég, a Hawks, akik gyártják a Pontiachoz ezeket a cuccokat, viszont az összes gyári színben készítik ezeket, tehát támpontnak ezek mindenképpen kellenek, hogy meg tud határozni, hogy melyik színben is szeretné rendelni tőlük. Figyeld, a Hawksnál milyen profik, megírod nekik, hogy hello, Pontiac Firebirdhöz szeretnék rendelni PMD ülésre üléshozatot és autószőnyeget ebben a színben, azt hiszem ennek Medium Dawskin a fantázia neve. A válasz e-mailjükben alábbi fog szerepelni, hello, Knight Rider replikához kell, mert akkor 8 yardra lesz szükséged. Szerintem találkoztak már bolondokkal. Ha autentikusan szeretnénk váltogatni is, akkor azt a T betű alakú váltógombot muszáj lesz kicserélnünk a 82-83-as Trans Am váltógombra, de ezzel nincs probléma. Én azt mondanám, a bontottat nem is érdemes keresni. Ugyanis Carlo Olaszországból... Felelned kell Santinoért, Carlo. Aki egymaga a Knight Rider World, gyártja ezeket, és egész jó minőségben. Ajtókárpit! Hát, ha van olyan idióta, mint én. Az ajtókárpiton, ahol összeillesztik a bőrt és a szövetet, ott van egy ilyen L alakú fém diszléc. Na most ez a legtöbb autónál fekete. Igen ám, de kitnek az összes Knight Rider epizódban ez a léc krómos. Na most ezt a bontósok tudták már akkor is, és 10 évvel ezelőtt is, de most még inkább meg is kérik az árát, ami annyit jelent, hogy ha krómosban szeretnéd megvenni az L alakú díszletet, úgy mondják rá a $150, hogy ketté áll a füle. Mivel azonban nem is az, hogy low budget, mert amit kellett, azt nyilván megvettem, de erre picit sajnáltam azt a $150, ez csak egy szaros fémlemez, krómozva, elvittem a fekete fémdíszlecemet egy felnyipolírozóhoz, és megmondtam a srácnak, hogy léci, tudnál átrajta a korongon? Kért 4000 forintot azért, hogy fényesre polírozta a fekete díszlecemet. Igen, a középső vékony csíkját ki kellett festnem kisecsettel feketére, de szia, megcsináltam 5000, mondjuk 6000 forintból a $150-os díszlecet. Viszlát, hogy tényleg minden apróságra kitérjünk, ha már 82-es ajtókárpita a stimmelő bőrrel meg szövettel, akkor annak muszáj egy könyöklő is, az egyenes fekete könyöklő, nincs pohártartó, nem használjuk a pohártartós könyöklőt, persze mindenki azt használ, amit akar. Szóval kitnek a sima egyenes 82-es fekete könyöklője volt, ebből csak bontott lesz. Viszont ha van, az ára nem veszélyes, ilyen $20 körül szoktak érte kérni. Ja, és még egy pici ajtókárpit. Ezek a cuccok. A filmben sokszor látni olyan jelenetet, amikor mondjuk látjuk Michael-t oldalról, és az ajtókárpiton nem csak a króm diszléc van ott, hanem van egy pici fekete karika, rajta a Firebird logóval. Én megvettem őket, de nem tettem rá, ugyanis ha minden igaz, ezek az emblémák csak azokon az autókon voltak, amiket utólag szerelték elektromos ablakemelővel, tehát ezek a cuccok azért kellettek, hogy eltakarják a kurblinak a helyét. Mondjuk szépnek szépek, úgyhogy még lehet egyszer ráteszem. Tudom, csapogunk össze-vissza, de mindig eszembe jut valami újabb. Most éppen a biztonsági övnek a vezetője. Mert természetesen a gyártási idő alatt ebből is többféle létezett. Ő a 82-es verzió, és az egyedüli műanyag alkatrész, amit gyakran újra kell fújni, mert itt az öv miatt néha kikopik. Mondjuk a szövetek színe megvan, ajtókárpitok, minden szuper. Igen ám, de a kocsiban van olyan 16-17 darab műanyag kárpitelem. A 82-től 92-ig terjedő gyártási időszakban háromféle bézs színnel csinálták a műanyag kárpitokat is. Ami nekem volt a 90-es vagy 91-es a fekete donorautóból, az természetesen a legutolsó, legsötétebb színű műanyag volt, amire szükségem volt, tehát kit kárpitja, a legvilágosabb, a vajszínhez legközelebb álló, de semmi gond, volt internet. Így elkezdtem bújni az összes fórumot, a létező gyári információkat, mindent átnéztem, hogy egyáltalán meg tudjam szerezni a színkódját. Hiszen egy műanyagot, ha jól előkészítjük, ugyanúgy le lehet fényezni, mint a kaszni külső elemeit. A hosszú, nehéz és fárasztó kutató munka, persze hazudhatnék, hogy hosszú volt meg fárasztó, de igazából a neten néztem mindent, maximum beszéltem egy-két ismerőssel. Tehát a kutató munka meghozta eredményét, ugyanis ki tudtam deríteni, hogy 82-ben a Pontiacnak a műanyagok színeit a PPG festékgyár szállította. Mondjuk az tényleg nehéz volt, de tudtam szerezni egy régi, ütött kopott papírról beszkennelt képet, ami rajta voltak a színkódjai, mondjuk például a bézs színnek. Ezt a színkódot aztán elvittem Attila barátomhoz, aki kellő előkészítés után lefényezte nekem az összes műanyagot. úgyhogy lett színe a műanyagoknak, örültem! Csak túl korán. Ezzel egy időben ugyanis hónapok óta vadáztam a 82-83-as bézs színben biztonsági öv garnitúrát, ugyanis ami nekem volt, az iszonyú barnának tűnt, főleg a színminták megérkezése után. Eltelt fél év is, amire Chicagóban találtam a fórumon egy srácot, aki nem is biztonsági öveket árult, csak valahogy szóba került, hogy neki volna egy első garnitúrája, esetleg megvehetném. Persze, egy 50-est küldje érte. $50 meg tudtam venni a valódi 82-es világos színű bézs biztonsági öveket. Koszos volt, persze, hát milyen lett volna 30 akárhány évesen, de valódi 82-es volt, teljesen komplett, abban a színben, és az alján, a csigán, ami feltekeri, rajta volt a műanyag borítás is sértetlenül. Boldog voltam, na! Egyszerre lett egy 82-es övem, meg egy hiteles bézs színmintám. Amint hazaérkezett, azonnal nekiláttam a takarításnak. Emlékszem, meleg nyári nap volt, szódabikarbóna, kárpittisztító és folteltávolítóból csináltam egy ilyen egyveleget, beleáztattam többször, utána kefével átsúroltam, a tűző nyári napon szépen kiszállítottam, gyönyörű lett. Igen ám, de most, hogy tiszta lett a biztonsági öv, és az alsó műanyagja is, ami láthattam, hogy milyen is az eredeti 82-es bézs, jött a csalódás. A gondosan előkészített, gyönyörű szépen, hibamentesen lefényezett műanyag kárpitok totál más színűek. Ne kérdezd, hogy mi az oka, fogalmam nincs, hogy miért. A PPG színkód, ami után annyit nyomoztam, egyszerűen nem okés. És ennek nem lehet az az oka, hogy a biztonsági év cuccát kiszívta a nap, mert nem csak egy árnyalatni különbség van, gyakorlatilag teljesen más a szín. Újra a fórumra támaszkodtam, kutattam, nyomoztam, és a srácok segítettek. Amerikában ugyanis létezik egy spray, gyere mutatom, ami egy amerikai festékgyár terméke, viszont totálisan megegyezik a Pontiac által használt műanyag festékkel. Úgyhogy ebből megvettem egy 7 dobozzal, kiteregettem összes műanyagomat az udvarra, és a sprével újra fújtam őket. És szerencsére még tudom szemléltetni is, ugyanis ez a két biztonsági öv, ez az Attila által a PPG színkóddal lefújt, ilyen barnás szín, ez látszik is rajta, ezek azóta nem lettek bántva, és mutatom a sprét, ez a gyári. Ugye látszik a különbség? Ha nagyon toppok akarunk lenni, és belemászunk a témába, akkor bizony meg kell venni a 82-es középkonzolt, ami komplettan van a kardánboxsal együtt, ami magában foglalja a rádiókeretet és a váltónak ezt a fedél részét is, ahonnan a váltókar végül is kiáll. A Camaro középkonzola, tudom, testvérmodell, nem lesz jó. Tapasztalatból mondom, olyat vettem először, mert Trans Am ritkább volt, megvettem egy Camaro konzolt, felújítottam, bebőröztettem, lefestettem feketére, és amikor beszerettem volna szerelni, a 2 darab csavar, ami középen fogja, nem ugyanott van. Vagy furkálsz, vagy veszed egy rendes Trans Am konzolt, vagy Firebird konzolt. A szőnyeg. Ez egy elég meredek sztori, úgyhogy akik nem bírják a vért, azok... Kérem kapcsolja. Ezt én készen rendeltem, az ACC Carpet, egy bazi nagy amerikai szőnyeggyártó cég. Egy meleg nyári szombat délutánon, amikor már otthon volt az autóm, nekiálltam, jöjjön akkor a szőnyegezés. Óriási dobozban megérkezett, színes, timmel, gyönyörű, vastag, tiszta, új, minden szuper. Ez önmagában is vicces, de leírták a szőnyeg útmutatójában, hogy el van nagyolva. Tehát nagyobb, mint kéne, ugyanis az akkori autógyártás méreteire nem lehet alapozni. Ez ugye annyit jelent, hogy a széleknél, ahol a küszöbbel találkozik, a homlokfalra, hogy felkúszik a szőnyeg, egy picit nagyobb a mérete, nyilván vágni kell belőle, hogy az autóhoz passzoljon. Semmi gond! Én, mint tapasztalt kárpitos, sosem csináltam, vettem konkrétan szőnyegvágáshoz való karmos szikét, és szépen haladok. A két szélénél, a küszöböknél beigazítva, a hátsó ülés rögzítő csavarjai kivágva, a jobb belső is kész, most következik a vezető ülés csavarja. A bal kezemmel összecsípem a szőnyeget. Ott, ahol az első ülés csavarját szeretném majdan átbújtatni, belebököm a szike hegyét. Visszafordítom, és megrántom. És akkor jött a vágás. Az adást a Pikvirsli nem támogatta. Úgy kinyílt, mint egy motorháztető. Persze azonnal ömlik a vér, én elkötöm gyorsan valami rongyal, közben meg átkozódok, hogy az a 2 csepp rohadt vér hogy fog kijönni a vadi új szőnyegemből, amikor picit így kezdtem szédülni. Ó, nagy okosan alállok a csapnak, mondom, engedek rá vizet. Még jobban kezdtem szédülni, rájöttem, hogy ez nem annyira vicces, úgyhogy bevágtam magam egy másik kocsiba, és bementem a balesetre. Röpke 2 óra várakozás után egy tetanusz injekció, majd azt követően egy 8-10 öltés, így S-salakban, ezen a 2 új percen végig haladva. I've been down so long, but my mind can't get no rest. No, no. Hazaérek. Így, kéz felkötve, ide a nyakba, dübög az ujjam, mint az állat. Nézem az órát, 4 óra van, nyáron későn sötétedik. Nem kéne még ezt befejezni. Na, hogy ott folytattam, ahol abba hagytam. Igaz, kicsit nagyobb óvatossággal, de megfogtam a szikét, kikanyarítottam most jól a csavar helyet. Sötétedésre mindkét ülés bekerült a helyére, még le is csavaroztam őket. Jó, hát most igen, nem vagyok normális. Igen, hallottam már. Mára ennyi volt. Sajnos nagyon eljárt fölöttünk az idő. 2 hét múlva kit műszerfal és kormány, alsó-felső konzolok, minden, ami Knight Rider.